Majd a műsor vége felé tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, Rónai Egon vagyok, az Egyenes Beszédet látják. Hagyományainak megfelelően két vendéggel indítjuk a mai műsort, Hann Endrével és Böcskei Balázssal. Jó estét kívánok, szervusztok! Jó estét! A Merián, illetve az IDEA intézetet képviselitek egyebek mellett, meg hát nyilván önmagatokat is. Akkor, amikor azt vetem fel, hogy az vajon miért van, hogy miközben az összes ellenzéki párt támadja már a kérdés felvetéseket is az Orbán Viktor, illetve a magyar kormány által beterjesztett népszavazási ügyben, amit gyermekvédelmi népszavazásnak nevez a kormányzat, azon közben egyetlen bírósági felülvizsgálati kérvény sem érkezett a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amivel bíróság elé utalhatná az ellenzék ezt az ügyet, és mondjuk akár 90 nappal is megtolhatná a népszavazást, vagy semmi se tehetné, hogyha szerencséje van. És jó érvei persze. Mit gondoltok erről? Én ambivalens vagyok, és érzem a kérdésedben a meglepetést, vagy csodálkozást, mert hiszen kihasználhatnák ezt is arra, hogy egyáltalán napirenden tartsák az ügyet. Pedig csak egy kérdés volt. De hát közben éppenséggel nem biztos, hogy érdekük, hogy napirenden tartsák ezt az egész. Szerintem alapvetően, hát nem is tudom, keresem a jelzőket, hogy most botrányosnak nevezzem ezeket a kérdéseket. De hát napirenden lesz akkor is, hogyha ők nem akarják, hát hiszen, hogyha nem mennek szembe vele, akkor érvényes lesz a beadott kérdéssor, és innentől ez a népszavazás is megvalósul. Az más kérdés, hogy érvényes lesz-e vagy sem, szerintem az nem ezen múlik, hogy most megtámadják-e, mert egészen biztosan, hogy lepattannak akármilyen választási szervről, vagy akár bíróságról. Balázs bólogat. Különösen annak fényében nem érdemes ezt a kérdést eljogászkodni az ellenzéknek, hiszen nyilván a politikai abszurditásban nem csak mi osztozunk, hanem az ellenzéki szereplők is, független attól, hogy mi itt saját magunkat képviseljük. Mert ennek a népszavazási kezdeményezésnek nem az a célja, hogy érvényes legyen. Ez egy egészen sajátos, hisz, amikor azt mondja... Nem arra gondoltam, hogy maga a népszavazás lesz érvényes, hanem a kérdéssor érvényessé válik, és népszavazásra bocsájtható. Igen, csak egy picit elrugaszkodnék a dologtól önmagában. Tehát, hogyha azt mondja a miniszterelnök, ami egy sajátos, egy politikai kezdeményezés másnapján, politikai másnapján, hogy nem az érvényesség itt a döntő ennek a kérdés szempontjából, hanem amit mi Szabó Andreával, most amennyiben a kutatók, elemzők valhatnak, de hát hiszünk abban, amit írunk, mi szerint ugye itt a Fidesznek a héján szavazóinak a megerősítéséről, a táborba való visszacsábításáról van szó, az elköteleződésük növeléséről, pont számukra alkalmasak ezek a konzervatív, antiliberális kérdésfeltevések, kicsit olyan, mint ez a fajta tipikus Fidesz szavazó, olyan, mint a 2009-es Jobbik szavazó, akkor ezt az ügyet jegelnie kell az ellenzéknek, mert ugye a Fidesz stratégiáját hadd ne emelgesse. És még egy érvénytelen szavazás esetén, népszavazás esetén is ez a stratégia a Fidesznek akár bejöhet, és 50%-kal fordulunk rá 2022. januárjában. Tehát ilyen értelemben az ellenzék racionális, hogy egy olyan dolgot, amiről egyébként is azt kommunikálja, hogy nem ez a fő kérdés Magyarország szempontjából, egy nem létező ügyet emelget jogi népszavazási szintre, akkor azzal nem foglalkozik. És hát tulajdonképpen az egész elmúlt, nem is tudom milyen hosszú időszaknak az egyik legnagyobb problémája az ellenzék szempontjából, hogy gyakorlatilag folyamatosan a Fidesz diktálja a napirendet. Ők határozzák meg a tematikát. Amikor viszont megpróbálja az ellenzék, lásd Pegazus ügy, a lehallgatási ügy, akkor meg hát láthatóan a kormányzat valamennyi szereplője és a hatalomhoz közel álló bármely Fideszhez köthető vagy kormányhoz köthető figura azt mondja, hogy nekem ehhez semmi közöm, vagy államtitok. Ez a két lehetséges válasz van. Némiképp meglepő, vagy hogy... Vagy nyaralok. Vagy hát esetleg nyaral, de onnan előbb-utóbb vissza kell jönni, ugye? Anna Bál is volt egyébként, ott volt az igazságügyminiszter. Viszont Kozma Ákos, aki az alapvető jogok biztosa, is azt mondja, hogy hát ez neki semmi köze, ezt neki nem kell vizsgálnia. Ezek szerint alapvető jogokat a Pegazus ügy, tehát kinek-kinek a telefonja lehallgatása nem sért? Tulajdonképpen nem. Az egésszel az a bajom, hogy minden nap van valami ilyen botrány, vagy felháborító fejlemény, mert ez normális esetben ez felháborító, hogy az alapvető jogok biztosát nem érdekli az, hogy az emberek alapvető jogai sértő lehallgatások lehetnek, mert mondjuk, hogy nincs még minden bizonyítva. Ez egy botrány. Na de
hány ilyen botrány van, miközben nem tudom, hogy érdemes-e minden nap valami fölháborodni, mikor mondaná, az egész ez ugyan... pont az, amiről beszéltetek az előbb, hogy az ellenzék tudja tematizálni a közbeszédet, tehát az ellenzéknek jó egy ilyen botrány, gondolnám én. Hát feltétlenül. Én most arról beszélek, hogy az alapvető jogok biztosának az elutasító válasza az is egy botrány, de hogy mindenen külön fölháborodjunk, miközben itt az egész működésről van szó, hiszen mit vártunk ettől az embertől, aki egy olyan kiválasztási mechanizmus során, kinevezési mechanizmus során jut ebbe a pozícióba, ami a Fidesz egész lényegét adja. Tehát itt ez a jogállami probléma. Én kicsit csodálkozva vagy olyan a politikusokat némileg igazságtanul felkérdező diskurzust néztem az elmúlt hetekben, miszerint azzal vádolják az ellenzéki politikusokat, hogy elhasztottak egy lehetőséget a Pegasus ügyben. Mit is? Tehát, hogy mit kellett volna nekik csinálni alapvetően egy olyan ügyben, ahol a formális jogi utat megpróbálták kimeríteni a Nemzetbiztonsági Bizottságtól elkezdve, az informális, vegyük azt a tüntetést, amelynek az érdeklődése, az állampolgári érdeklődése, talán nem tudom, most a Balatonföldi strandon a lángosnál hosszabb a sor egyébként ebben a szakaszban, de ez nem azért van az ellenzék, hanem ez egy absztrakció szintjét az állampolgárokhoz esetében nagyon magasan van ez az ügy. Tehát van egy ügyünk, amiről ugye 3 hete semmilyen újdonság nem derült ki, és nem is fog kiderülni azonnak titkosszolgálati, állambiztonsági, nemzetbiztonsági és milyen egyéb más mi voltjából. Ehhez képest az ellenzéki politikusokat azzal vádolják, hogy nem tesznek meg semmit annak érdekében, hogy ezt egyébként a hozzáférhetetlen ügyet hozzáférhetővé tegyük. Majd aztán, amikor felkérdezik a politikusokat, hogy nem tesznek meg semmit, akkor nem is tudom, hogy mit lehetne nekik ebben az ügyben tenni, mert ügyben egyébként, ha megnézzük ma a szeriös sajtót, akkor nem találunk Pegasus ügyet a 3 nappal az ügyet követően a címlapokon. Magyarán az állampolgárok érdeklődése alábbhagyott, mert ez az ügynek az megértési, megismerési szintje, az nagyon máshol van, mint egyébként a véleményvezéreket ez az ügy egyébként foglalkoztatja. Ez az egyik, a másik, meg hogyha azt mondom, hogy ez egyik beszélgetésben azt mondom, hogy ez egy autoriter ország, autoritalizáló folyamatosan, autoriter rezsim, akkor miért is akarok a formális intézményektől bármiféle titokfeltárást várni? Tehát amikor a politikusokat felkérdezzük, akkor a mi pozíciónk is legyen konzisztens a másik beszélgetésben és a másik stúdióban fogalmazott. Nem úgy van ez, hogy muszáj végigmenni. Ugye az Európai Unióhoz is bármilyen ügyben úgy lehet fordulni, hogy minden lehetséges eszközt ki kell használni, amit egy ország jogrendje megenged, és ha az esélytelen, bármilyen oknál fogva, akkor lehet tovább menni az Európai Unióhoz. Hát az ember, gondolom, politikusként, ellenzéki politikusként is úgy lehet vele, nem tudom, gondolom, hogy végig kell ezen menni. Tehát igen, össze kell hívni a Nemzetbiztonsági Bizottságot, igen, sajtótájékoztatót kell tartani, igen, az alapvető jogok biztonsághoz kell fordulni. Tehát ezen végig kell menniük, nyilván. De ezek megtörténtek. Igen, csak hogy Balázs mondja, hogy miért várjuk el a politikusoktól, igen, hogy igen, ezen mondjuk az úton le lehetne végigmenjen. Fordítani azért hétköznapi nyelvre, hiszen mindenkinek van valami véleménye arról, mikor a beszélgetését követően olyan hirdetéseket kap, mint amiről mondjuk a feleségével beszélt. Tudjátok, hát ez tényleg, és ez benne van a pakliban, és ez a Facebooknak és egyéb internetes eszközöknek a lehetősége, nem titok, legfeljebb nem verik nagy dobra, de az, hogy egy kormány folytasson ilyen célú vizsgálódásokat ellenzékiek ellen, az lehet botrány, csak nem működik. Az ENSZ szakértők éppen ma követelték, hogy ezeknek a szoftvereknek a forgalmazását függessze fel Izrael és bármely más állam, amelyiknek a birtokában ilyenek vannak, és állítsák meg az országok maguk, amelyek birtokolják ezeket. Pont a magyar és hasonló ügyek kapcsán. Igen, de azért vegyük azt is figyelembe, én nem tudom pontosan, hogy miért a nyári uborka szezont akarták ezzel földobni. Sajnos ez is számít, hogy most nem igazán tudnak ilyen ügy, nincs parlament. Rosszkor robbant ki az ügy. De nem biztos, mert hogyha úgy működik, ahogy én elképzelem vagy elvárom, akkor itt még vannak folyamatosan majd szivárogtatandó, csepegtetendő ügyek, amik lehet, hogy még nagyobbat fognak szólni. Ha nem így lesz, ha én tévedek, akkor ez viszont szégyene az egész tényfeltáró szakmának, most nem a magyar
kollégákat, barátainkat bírálom ezzel, hanem ez egy hatalmas nemzetközi akció volt. Nem tudom elképzelni, hogy így záruljon. Ez egy kulcsmomentum volt szerintem, amit most Hanendre mondott. Ha az ügyben, amik kijöttek eddig információk, ezek, ha politikusok a formális utakat végigjárják, nekik eszükbe jut, úgy kelnek föl, megkérdezik a Nemzetbiztonsági Bizottság meg a szakszolgálatokat megkérdezik, hogy nem vásároltak a, nem tudom, a, most direkt nem mondom, az Ásvéz Márkert, nem tudom elolvasni, nincs rajta, típusú kém szoftverből egyet, csak így kelek föl. Nem fogja tudni a választ erre, meg fogja tudni kapni erre az autoriter, illiberális választ erre a kérdéskörre. Azokat egyébként, amelyek tagadó válaszok lesznek. Ebben az ügyben nem a politikusok az ügygazdák. Nem a politikusok tudnak hozzáférni a titkokhoz. Nem ők tudják hozni a jegyzőkönyveket, a lehallgatásokat, hanem a nemzetközi, ráadásul oknyomozó világ. Tehát egy olyan várunk el a magyar ellenzéki politikustól, akit őszintén, mivel lehallgatnak, mire jönnének el, hogy kilép vissza Balmazújváros 2-be, vagy mi az információ, amit úgy, miatt le kellene hallgatni egy magyar ellenzéki politikust. De ehhez képest nem ők náluk van ez az ügy, nem ők tudják a következő ütemet hozni. Tehát akkor tud ez az ügy fennmaradni a napirenden, ha újabb és újabb elemekkel bővül. 89-ben is azért kellett egy végvári őrnagy, ha még emlékeztek. Elég régen volt, de hát kell. Valaki, aki beszél. Meg whistleblower, szóval igen. Ez a Nix, a, nem. A Deep Throat volt, ugye, aki a Watergate ügyet. Így van. Meg beadta az újságírókat. Na akkor még a végére egy másik téma, az előválasztás, illetve az ott elfoglalt pozíciók érdekes változása. Márki-Zay Péter minthogyha érezné, hogy kicsit kevés, és még a családját is beveti a parlament előtt állva. Jakab Péter ellenben minthogyha úgy érezné, hogy egy kicsit sok, és ő meg hetekre eltűnik a nyilvánosság elől, nyaral, pihen, nem tudom. Igen. De látszik nagyjából az, hogy kinek hol a felmérésekben a pozíciója, de vajon jól lövik-e be a helyzetüket? Hát én azt gondolom, hogy jól, de a Jakab Péter a felmérésekben nagyon jól áll. Igen. De valahogy van az embernek egy olyan érzése, hogy azért egy kicsit tart ő ettől a túl jól áll. Igen, mondhatnám így, hogy túl jól áll, de az az igazság, hogy a pártja is nagyon jól áll. Szóval mindenféle számítások szerint beleértve a jelöléseket, a visszalépéseket, ez egy érdekes helyzet. Márki-Zay és az ő érdekes, egészen meglepő megnyilvánulásai? Azt vártam, hogy esetleg erre ez Endre hát fog esetleg reménykedtél, válaszolni, egy kicsit megúszok itt a szélen. Én meg azt gondolom, hogy így megosztjuk, de folytathatom nem, is. Nyilvánvalóan nem ő az esélyes, tehát szeretném azt hinni, hogy csak egy láthatósági mellényt akar adni a megszólalásaival saját magának, viszont ellentétben politikai kulturálisan nagyon-nagyon sajátosan lép bele abba a térbe, amit azt mondjuk, hogy ellenzéki politikai kulturális korszakváltásnak az igénye. Tehát amilyen értelme már benn van a magánszférába, Márki-Zay Péter, meg egyéb más korábbi mondatait nem fogom ide citálni, mert azt gondolná bárki, hogy mi is beszállunk a kampányba, hogy nem véletlen van az, hogy nem ő tartozik az esélyesek közé a második fordulóra sem. Jakab Péternek az esélyei jól mutatkoznak ezekben a számokban, amelyeket ugye, ha nem győzünk hangsúlyozni, hogy június végi, júliusi kampány előtti számok, de minden a logisztikán múlik, hol fog majd, hány sátor lesz, a vidékiek el tudják érni ezeket a sátrakat, ott, ahol Jakab Péter jó, megyei jogú alatti városok és községek hozzáférnek a fizikai térhez, leszavaznak. Tehát ilyen értelemben sok múlik. Az online láthatóság, az offline sikeresség, ez nem biztos, hogy a legjobb. Nézzük a látszólag dobogósokat. Karácsony Gergelynek van miért aggódnia ebben a helyzetben, amikor Jakab is és Dobrev is nagyon jól megragadhatóan hát várjunk bizonyos helyeken az igen. Első helyen áll? Hát ha az a cél, hogy ő az első fordulóban egyértelmű győztes legyen, akkor persze igen, és szerintem az lenne az elvárható az ő esetében, ő biztos ezt várná magától, de azért ez tényleg nincs garantálva. A végső győzelem viszont szerintem továbbra is neki áll, mert hogyha második fordulóban ez a három ember lesz, és ez már nem nagyon változhat, tehát akiket soroltál, betűrendben Dobrev, Jakab, Karácsony, de a második fordulóban
nagyon nehéz most megjósolni, először is nem tudjuk a részvételt. Általában mindig elmondjuk, közvéleménykutatók a részvételt nem tudják előrejelezni. Az előválasztás egy új dolog, egy innovatív dolog, eddig két példánk van rá a sikeres előválasztásra, budapesti önkormányzati meg a 9. kerületi, mind a kettő sikeres volt abban az értelemben is, hogy az ellenzék előválasztási győztese az megnyerte. De minden szempontból új a dolog, itt az a kérdés, hogy hány százalék fog elmenni egyáltalán. Az ellenzékieknek is csak egy kisebb része fog elmenni, nyilvánvalóan. És hogy közülük ki tudott mozgósítani? Hát nagyon nagy különbségek lesznek a mozgósításban. Köszönöm szépen mindkettőtöknek.